először is nagyon jó volt a hozzáállás. Az első fél időben nem hagytunk kétségbe egy nézőt se, vagy egy szakembert, hogy kérdésre vonjuk, hogy ki lesz itt az úr a mai mérkőzésen. Ez nagyon nagy köszönet a fiúk számára. Taktikailag elvileg betartottuk összes tervet, vagy azt, amit elterveztünk erre a mérkőzésre, sikerült előnybe kerülni már az első fél időben. Meg kell hangosan kimondani, hogy megérdemelten. Mindig mindenki rettegett tőle az eredménytől, így fél időbe 2-0-nál mindig veszélyes eredmény. Kicsit az MTK aztán rizikózott, megpróbálta visszajönni a mérkőzésbe, második fél időbe átrendezte a sorait cserékkel. Erre sikerült reagálnunk a góllal, kicsit később, mint ahogy elterveztük, de nagyon sok jó helyzetünk volt kontrából. A második fél időben korábban rúghattuk volna a harmadikot, meg voltak rá jó esélyek. Ami a legfontosabb, dicsérem a hozzáállást, az elszántságot, a taktikai fegyelmet, ami a csapatom ma képe volt a pályán, az volt eltervezve a meccs előtt. Azt, hogy sikerült a győzelem, ez mind annak köszönhető, hogy ezek az alapdolgok be voltak tartva. Megmondom őszintén, mai nappal, mai perccel, ebből a perccel a Diósgyőre összpontosítunk, úgy, mint én, mint a csapatom. Meg szeretném nekik köszönni a mai mérkőzésre a hozzáállást. We try to win the match here today. Úgy érkeztünk ide erre a találkozóra, hogy mindenképpen nyerni szerettünk volna, és ennek megfelelően aktívan is játszottunk, sokat volt nálunk a labda az ellenfél térfelén, viszont nagyon korán megkaptuk az első gólt, jobban kellett volna védekeznünk ebben a szituációban, hiszen nem véletlenül van második helyen a Puskás Akadémia, nagyon jó játékosai vannak, és megbüntetik az ilyen szituációkat. Utána volt egy nagyon nagy helyzetünk, amit nem használtunk ki, nem egyenlítettünk, aztán következett a 11-es, nem kellett volna ilyen szituációban talán odalépni. 2-0 után pedig ismét volt egy nagy lehetőségünk, ami kihasználatlanul maradt. Annak ellenére, hogy csütörtökön is játszottunk, aktívak voltak, nem mondhatom azt, hogy nem harcolt volna a csapat a győzelemért, megpróbáltunk mindent. A helyzeteket nem sikerült kihasználni, és így nem lehet a Puskás Akadémia ellen nyerni, hiszen tudjuk, hogy milyen jó játékosaik vannak, és megbüntetik a hibáinkat.